közvetlen erejük. Támadjuk két oldalról. Szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor elkezdenénk ezt a mai vitát, ugye azt a vitát, aminek az oktatói hálózat a CEU Vita nevet adta. Ugye nekünk van egy sorozatunk, sokan tudják azok közül, akik itt ülnek, hogy már különböző hasonló vitákat csináltunk, de főleg egyes tudományterületekről, filozófus vita, jogász vita, pedagógus vita, közgazdász vita, stb. És azt gondoltuk, hogy ez most egy olyan téma, ami megint érdeklődésre tarthat számot a felsőoktatás különböző polgárai körül, tehát oktatók, hallgatók egyaránt érdekeltek lehetnek, és azt gondoltuk, hogy nem csak a CEU-ról szeretnénk ma beszélni, hanem arról is, hogy a CEU ügy kapcsán gondolkodjunk egy kicsit a mai magyar felsőoktatásról, és arról, hogy a CEU-nak mi a helye ezen belül, illetve hogy a CEU-val kapcsolatos probléma az hogy mutat rá azokra az egyéb problémákra, amelyekkel a felsőoktatásban mindannyian találkozunk. Ezt a mai vitát három részben akarjuk megszervezni. Az első panel az már itt ül. Az első panelnek azt a címet adtuk, hogy jó-e nekünk a CEU. A második panelben a CEU Magyar Diákszemmel címmel most jelentkezett, illetve már odajáró hallgatókat hallgatnánk meg, és a harmadik részben pedig a CEU és a magyar felsőoktatás politika problémáiról szeretnénk beszélni. Ennek adtuk a leghosszabb időt, de természetesen mind a három részben a közönség is szót fog kapni, úgyhogy akkor elkezdhetnénk az első panelt. Itt látható, hogy ki vesz részt ezen a panelen. Tehát az egyik résztvevő Bojár Gábor, őrá vártunk, mert hát rémes a közlekedés. Ő a Graphisoft-nak az alapítója, és a Aquincum Institute of Technology-nak szintén vezetője. A másik beszélgető partnerünk Mezei Ferenc, professzor emeritus fizikus, és az MTA rendes tagja, aki a CEU üggyel kapcsolatban olvasta az elmúlt napokban, hetekben az újságokat, az látta, hogy ők mindketten kifejtették a véleményüket ezzel kapcsolatban, és mi úgy vettük észre, hogy ezek a vélemények ütköznek egymással, tehát azért gondoltuk, hogy érdemes őket meghallgatni, hogy ezt a kétféle véleményt ütköztessük, és itt ül Enyedi Zsolt mellettünk, akit szintén mindenki a médiából ismer, ha máshonnan nem, a CEU rektor helyettese, akinek az utóbbi időben ugye sokat kellett erről a témáról beszélnie, és reméljük, hogy most is el fog igazítani minket ez ügyben, és hát akkor nem döntöttünk semmilyen sorrendet, hogy melyikük szeretne először beszélni, tehát azt kérném a sajtóban is véleményét kifejtett vendégünktől, hogy itt is röviden mutassák be a véleményüket. Egyikük arról beszél, hogy miért káros a magyar felsőoktatás és a magyar tudományosság szempontjából az, hogyha a CEU-t megszüntetik. Másikuk, Mezei professzor úr pedig arról beszélt, hogy ez a törvény, ami a CEU-val kapcsolatos, az jogosan vár el bizonyos kritériumokat, tehát akkor most megadnám a szót, hogy fejtsék ki a véleményüket. Melyikünk szeretné kezdeni? Nem kell mikrofon? Nem kell, ugye? Kell? És ebből a Laci? Hát én elnézést, de duplán vagyok. Akkor... De az... Melyik? Ez? És ez? Ez hallatszik? Akkor hangos lesz. Jó. Hát elnézést kérek, de én duplán vagyok neveletlen, egyrészt az óriási késéssel, másrészt pedig azzal is, hogy én nem olvastam a professzor úrnak a véleményét, elnézést kérek, úgyhogy én nagyon örülnék, ha esetleg kezdenék. Kölcsönösen, meg is. Na,
Én akkor megpróbáltam azzal kezdeni, hogy erre a, mondják meg azzal kezdeni, hogy a kérdéshez kapcsolódom, mert a kérdés az, hogy jó-e nekünk a CO2. Nekem erre a válaszom egyértelműen az, hogy jó. És ezt, mindig is ezt mondom. A másik, az igazi kérdés itt az, hogy jó-e nekünk az a vita, ami a CO2-ról kialakul. Erre a válaszom az, hogy ez nem jó. Jó belőle az, amikor mi itthon ülünk, mint itt, Magyarországon egymás közt, és nem jó, amikor nemzetközi virbli lesz belőle. A dolgainkat meg jó lenne magunk között elintézni. Most erre hagyd mondjak néhány apróságot, hogy kerültem én kapcsolatba ezzel, és úgy kicsit ilyen filozófiai szempontból. Először azért előjáróban hivatkoznék Churchill két mindenki által ismert, talán mindenki által ismert mondására. Az egyik az, hogy a demokrácia a legrosszabb rendszer az összes többi kivételével. A másikat kevesebben ismerik, az, hogy Nagy-Britanniának nincsenek barátai és nincsenek ellenségei. Nemzeti érdekei vannak. Ez azért érdekes fejbe tartani, hogyha az ember a külföldiekkel van kapcsolatban, végül is minden erre megy vissza. Most az én a dolgot külföldön láttam, én általában most nyugdíjasként magyar konzultáns cég vagyok, külföldön dolgozom, itt fizetek adót, de sokat mozgok. Szóval én külföldről láttam a dolgot. És az, hogy a külföldön a magyar tudományosságról, vagy a magyar tudomány szabadságáról beszéltek, ez nem ezzel kezdődik. Évekkel ezelőtt, akkor Németországban egyetemi tanár kollégám kezembe nyomott egy papírt, hogy eléggé rosszal van, egy cikket, egy valamilyen nevesebb újságban eltett melyiket, amiben az volt leírva, hogy a Magyarországon a tudományos kutatást megtizedelik az akadémián. És egy akadémikus, csodálkoztam, mert az akadémián nem hallottam ilyesmiről, és nem láttam ilyesmit, és akkor végigolvastam a cikket, és akkor az derült ki, egy-két példát mondott, ami arra vonatkozott, hogy nyugdíjas kutatók által, vagy nyugdíjasok által vezetett kutatócsoportoktól megvonták a támogatást. És ezt Németország, ha az ember most a Németországból gondol, szempontjából gondol, ott egy nyugdíjba ment professzornak semmilyen támogatása, semmi jó. Magánszektor azt sem akar, állami szektorban ki volt zárva. Tehát, hogy ezek a dolgok azért, hogy most a németek ilyen szempontból beszélnek, az mondjuk nem nagyon objektív, és oda is megy vissza, hogy nem is tudják, hogy igazából mennyire beszélnek. És ez sajnos nagyon gyakori, ahogy a világ sajtóban, az európai sajtóban beszélnek sok mindenről, beszélnek Magyarországról is. Ez még egy ilyen külföldi motivum, valamilyen európai intézménynek a tagja vagyok, és akkor kaptam egy értesítést, hogy az intézmény az a CO2 érdekében levelet írt a miniszterelnök úrnak, és csak ennyi. És akkor visszaírtam az elnökségnek, hogy kiváló, meg tudják-e mondani, hogy mi jelentít. És akkor elküldtek CO2-tól származó anyagot, semmi más. Akkor visszajöttek, jó, talán egy törvény ellen nyilatkoznak. Mi az a törvény? Ja, azt sose láttam. Úgyhogy ez a másik dolog, hogy az, hogy elkezdjünk vitatkozni, anélkül, hogy pontosan tudjuk, hogy miről vitatkozunk, az is egy probléma. És akkor kicsit a témára térjek, ugye a vita alapja az volt, hogy az állítás, ami a törvénnyel kapcsolatban, hogy az akadémiai szabadságot sérti, azzal, hogy
és esetleg és lehetetlenné teszi a céljuk. Aztán sokakat megkérdeztem, hogy ezt hogy értik, és én arra következtetni jutottam, hogy nem teszi lehetetlen. És elöljáróban annyira, hogy az akadémiai szabadság. Az akadémiai szabadság az ahhoz, hogy az, hogy megsérül, ugyan a sok helyről sértik. Politikai befolyás az egyik, anyagi befolyás a másik, és a verseny hiánya a harmadik. Ugye a anyagi befolyásra mondjak egy példát. A 2008-as gazdasági pénzügyi összeomlás eredete az a Clinton adminisztráció idejére esik, amikor mindenféle regulációkat fölszabadítottak. És ezzel ekkor sok befolyás, sokat kérdezték, és sok kutató, egyetemi, közgazdás véleményét is kérdezték. Sajnos az is kiderült, hogy ezek a közgazdászok viszont, mint bordtagok, meg tanácsadók, meg csomó pénzt kaptak azoktól, akik a változást akarták. Az eredményt tudjuk, hogy micsoda. Tehát ez is mutatja, hogy az anyagi befolyásra is kell gondolni. De most a verseny hiánya az is nagyon fontos, hogyha monopólium nem jó. És egy érdekes példa volt, amit furcsának hangzik, hogy ebből a korból idézem. Én 60 körül jártam ide, 60-as években, és a 60-as években két fizikus volt a párt központi bizottságának tagja. És két elméleti fizikus, és a kettő nem értett egyet a relativitás elméletről. És akkor itt, ezen az egyetemen mind a kettőt tanították. Ami nagyon jó. Ha csak mondjuk azt a relativitás elméletet, azt mindenfelé, mindenhol tanítottak, de ha csak az lett volna, hogy egy ugye nagyon befolyásos kutató által, központi bizottságítak, stb. Ez verseny nélkül maradt. Ez nem lehet. És érdekes, hogy egy másik központi bizottsági tag, aki pont az ellenkezőjét mondta az előadásokon is, és ezzel tulajdonképpen, mint hallgató, talán többet tanultunk, mint ha csak egyiket hallottuk. És a törvénnyel kapcsolatban, mert azt hiszem részletekben az inkább jogi dolgok, a törvény nem specifikus, sok vita van arról, hogy hát ez a CU törvény lenne, én nem látom, hogy minden esetleg formailag nem specifikus a CU-ra, és különösen nem specifikus az Egyesült Államok. És ezért érthető, hogy egy kormányközi megállapodás várható abból a szempontból, olyan esetben, amikor annélkül, hogy valaki egy intézmény mondjuk Franciaországba tanítana francia diplomát ad ki, mert ott teljesen biztos, hogy a francia kormány nagyon rossz néven lenné, hogyha ez az ő hátamagyobb történne. Szóval az, hogy a kormány közötti megállapodás, az lehet, hogy az USA-val szemben nem van egyértelmű, de azért, ha úgy nézzük, hogy minden országról van szó, akkor ez nem olyan rettenetes, szóval nem olyan indokolatlan. És végül is a vita itt nagy részt arról szól, hogy mik a szándékok. Ez egy tanár, kicsit közelebb. Hogy mik a szándékok. Azért a fontosabb azért az, hogy mi az eredmény, és hogy mi lehetséges, mi fog történni. Az, hogy a törvényt alkotmányosság és jogi elfogadhatóság szempontjából ellenzők, ez nagyon jó. És azt hiszem, ez meg fogja adni a választ arra, ami sokan kérdéseket tesznek föl. Amennyien sok mindent hallottam a törvényről, még végül elolvastam, és rájöttem, hogy sok mindent, amit mondtak nekem, nem stimmelt.
A törvény, nem vagyok jogász, nem tudom, hogy van-e benne változtatni való, de igazából mi azt is megengedi, ahogy eddig mentek a dolgok. Tehát a szándékról szerintem az eredmények tükrében jobb vitatkozni, mint előtte. És akkor én ezzel azt hiszem be is fejeznék. Köszönöm szépen. Tehát rögtön a legutolsóra reagálnék, hogyha a törvény azt is megengedi, ahogy eddig mentek a dolgok, akkor nem tudom, mire célzott miniszterelnök úr, amikor azt mondta, hogy a csaló az csal, akkor is, hogyha a milliárdos. Tehát eléggé nyilvánvaló volt az egésznek a kontextusából. Akkor miért volt csaló? Akkor miért nevezte csalónak a CEU Egyetemet, hogyha egyszer a törvény megengedi? Én azt láttam, amit... Tehát én azt láttam, hogy le van írva, és azt hallottam, illetve azt is írásban láttam, amit többek között külföldön elhangzott ezekről a dolgokról, például Ignacio úrtól Kanadában, amikor éppen Kanadában voltam, akkor estek ott nekem, hogy mi van Magyarországon, mert hogy most hallottam Ignacio urat, nem akarok bíznem. Nem, sok minden nem tetszett nekem, amit mondod. Erre nem tudok kommentálni. Jó. Én ezt egyszer kizártnak tartom, tehát először nem vagyok felsőoktatási szakember, annak ellenére, hogy egy felsőoktatási vállalkozást vezetek most, ennek ellen nem tartom magam felsőoktatási szakembernek. De tehát nagyon sok mindenre nem tudok reagálni, de hogy itt azt nehezen tudom elképzelni, hogy egyáltalán akkor mi oka van az egész vitának, hogyha a jelenlegi törvények szerint, hogy a módosított törvény szerint a CEU minden további nélkül működhet. Hogy miért nem működhet, az nyilván a CEU rektor helyettese jobban meg fogja tudni mondani, felesebben el fogja tudni mondani, mint én, hogy a törvény miért zárja ki, és miért teszi lehetetlen egy gyakorlatilag a CEU-nak a működését, én nem erre reagálnék. Pár dologra reagálnék abban, amit professzor úr mondott. Az egyik, hogy magunk között jobb lenne elintézni, mert teljesen egyetértek vele, csak nagyon nehéz magunk között elintézni mindent, hogyha az egyik fél egyszerűen nem áll szóba a másik félvel, akkor hogy a csodába tudjuk magunk között elintézni. Akkor egyébként pedig a magunk közöttben, hogyha az Európai Bizottságnak az állásfoglalást nézzük, úgy érzem, az is bizonyos mértékig magunk között van, mert tagja vagyunk az Európai Uniónak. Ameddig tagja vagyunk, sajnos vélek, hogy nem sokáig, de ameddig tagja vagyunk, addig magunk közöttnek számít az is, amit az Európai Bizottság mond. Egyébként abban, hogy külföldi hatás ki mennyire számít arra, hogy külföldről támogatást kapjon a politikájához, itt megint csak a miniszterelnök urat szeretném idézni, aki Trump megválasztása után szó szerint azt mondta, hogy politikánkhoz a legfelsőbb világi helyről kapunk támogatást. Hogyha a miniszterelnök úr számít Trump támogatására, akkor úgy látszik, ebben nem csak. Úgy látszik, mások is vannak, akik külföldi támogatásra szeretnek számítani, hogyha valamit nehezen tudnak keresztül vinni. De egyet szeretnék, még pár dologra reagálnék, hogy a monopólium nem jó, az a teljes mértékben egyetértek, a monopólium nem jó. Nem egészen értem, hogy ez a CEU úgyhöz hogy hogyan kapcsolódik. Semmiben nincs monopóliuma, jól tudom, semmi olyan dolgot nem élvez a CEU. Például az, hogy amerikai diplomát ad ki, ami egy komoly előnye a magyar egyetemekkel szemben, bármelyik magyar egyetemnek módja van arra, hogy Amerikában is akkreditáltassa a programját, és akkor ki tud adni amerikai diplomát is. Azt az előnyt pedig, hogy jóval nagyobb anyagi forrással rendelkezik, mint a magyar állami egyetemek, vagy akár a többi magyar magánegyetem, hát annak pedig nem panaszkodni kell, hanem az örülni. Tehát amikor arról van szó, hogy a felsőoktatásban messze nem megy, akkor nem csak a felsőoktatásban, egyáltalán az oktatásban messze nem teszünk akkora forrásokat, mint amekkora szükség lenne. Élünk egy olyan társadalomban, amit úgy hívnak, hogy tudásalapú társadalom, és dolgozunk egy olyan gazdaságban, amit úgy hívnak, hogy tudásalapú gazdaság, soha az emberiség története során nem volt ekkora a piaci értéke a tudásnak. Hatalmas bűn, amit Magyarország kormánya elkövet azzal, hogy a oktatásra szánt költségvetést folyamatosan csökkenti. Csak egyetlen egy számot mondanék, 2003-ban még 5,3%-át fordítottuk a nemzeti jövedelemnek oktatásra, 2015-ben pedig már valami 2, valamennyit, nem tudom pontosan a számot, és ez az utolsó helyre kerültünk az Európai Unióban. Egy ilyen helyzetben, amikor magántőke jön az oktatás egy részébe, hát akkor annak örülni kell, és nem ez a valami. Márpedig annak a
annak pedig nagyon nehéz lenne, szóval ne tegyük magunkat, ne csináljuk úgy, mintha vakok lennénk, hogy ez a törvény a CEU ellen irányult egyértelműen, olyan feltételeket állít, de mondom, ezt majd alaposabban tudja elmondani, hogy ettől értesül, amik ennek a CEU nem tud megfelelni. Azok a külföldi egyetemek, amik Magyarországon vannak, azok közül egyértelműen a CEU a legnagyobb és a legsikeresebb. Ez egyértelműen valószínűleg bizonyítani tudja, hogy ez a törvény CEU-ra szabott. Ennek a részleteiben nem mennék, tudom én is, hogy azok a pontok, amiket nem tud teljesíteni, de ha tudná teljesíteni, akkor nyilván semmi gondja nem lenne is teljesíteni. Nyilván azért van ez az egész, nevezük így, mint is mondott a haverés, igen, ezt mondta a kancellári miniszter úr, hát ez a haverésnek akkor miért van, szóval mi haszna van ennek a haverésnek. Ne csináljunk úgy, mintha nem látnánk, miről van szó. Egy dologhoz miniszterelnökünk nagyon ért, sokkal jobban, mint bármely ellenzéke, a hatalom technikához. Neki szavazatokra van szüksége, és ma egyértelműen a legveszélyesebb ellenfelének a 2018-as választások a Jobbikot látja, tehát szavazatszerzési célra, mert az tud lenni csak egyetlen stratégia irány, hogy a Jobbik szavazóit próbálja magához, legalábbis azok egy részét, ami egyébként azon könnyebbé válik, hogy a Jobbik úgynevezett cukisodik, és én úgy látom, és nagyon nehéz ezt másképp látni, hogy a Soros ellenes kampány, a Soros ellenes generál Soros ellenes propaganda hadjárat, az a Jobbik szavazóinak a megszólítását célozza, és ennek csak szerencsétlen részese a CEU. Tehát nagyon-nagyon nehéz lenne ezt nem látni, de hát elhiszem, hogy miután alapvetően nem Magyarországon él a professzor, lehet, hogy a magyar politikai életben annyira nem figyeli a részleteit, tehát azért ennek nem látszott, úgyhogy ezt meg tudom érteni. Hát elsőre ennyit akartam mondani, tehát miért az az elvárás, hogy például saját kampusza is legyen otthon, hát nagyon-nagyon sok, úgy tudom, hogy lánynak rengeteg egyetemet működik teljes sikerrel és teljes megemlékedéssel, köztük sok olyan, amit kormányunk vezető tisztségviselőinek gyermekei vettek részt, amelynek nincs otthon kampusza, beleértve például az Andrássy Egyetemet, hogy Magyarországot nézzük, vagy beleértve a Verdében működő Európa Szabjánci Egyetemet is. Tehát az általunk szeretett egyetemeknél, ideológiailag hozzánk közel álló egyetemeknél nem baj, hogy nincs otthon kampuszuk, ott viszont amelyik, ahol egyébként amennyire tudom, a CEU egyáltalán nincs olyan értelem, annyira elkötelezve a bizonyos eszmék mellett, mint amennyire ezt szeretik látni, de hogyha úgy érezzük, hogy az ott tanító professzorok egy része ideológiára törünk távolabban, akkor hirtelen szükségesé vált egy olyan előírás, ami más egyetemekre nem vonatkozik. Hát ennyit akartam elsőre mondani, de még majd fogok. Nagyon röviden. Na most, ha ezért van több olyan egyetem, akinek nincs otthon kampusza, és ezeket megengedik, akkor a CEU-t ugyanezen a vonal a CEU-t engedik. De nem engedik meg. Hát ez most ezt honnan veszik? Hát így szól a törvény. Például csak nem EU-tagú OECD államokra vonatkozik ez. Ebben a pillanatban leginkább egy ország, amely ez, amire ez vonatkozik Amerika. Tehát például az András Egyetem már is csodálatos módon nem tartozik ez alá a törvényen. Meg a szabályozás. Akkor csak egy kérdésem van. A végül a sok idézetán én is elolvastam a törvényt. Ugyanennek a paragrafusnak az 5. fejezete azt mondja, hogy mindez nem érvényes, ha van egy törvényerejű kormány megállapodás. Ami a kormánytól függ. Hát ez az. Ami egy politikai játszmát részévé tesz egy egyetemet, ahelyett törvényben tisztán lefektetett kritériumok alapján biztosítani lehessen, hogy ezt hívják úgy, hogy a jogállam hiánya. Amikor nem a törvény betűjében világosan benne van, hogy mik a feltételek, hanem majd esetleg a kormány így dönt, vagy úgy dönt. Szeretném, hogy megadjuk a közönségnek is a szót, de még egyelőre nem beszélhetett minden panelistán. Igen, én csak elfelejtettem, hogy akartam kérdezni. Bocsánat. Ha eszembe jut, akkor visszakérem. Azt kérdezném Zsoltól egyrészt, hogy reagálja az itt elhangzottakra, és hogy foglald össze azt, hogy mi az, amiben a CEU szerinted, vagy a törvény szerint nem felel meg azoknak a kritériumoknak, aminek meg kéne felelnie. Igen, köszönöm szépen a meghívást. Tehát kezdeném két kritikára való válaszsal. Az egyik kritika, hogy a CEU túlpolitizálta ezt a kérdést, és ezáltal megnehezítette a kérdés megoldását. A másik kritika pedig az, hogy privilégiumokkal rendelkezik az egyetem, ezáltal versenyelőnnyel, és ezáltal rosszat tesz a magyar felsőoktatásnak.
Az első kérdés miatt kicsit vissza kell mennem időben. Valamikor februártában jelentek meg az első olyan cikkek a Figyelő című újságban, heti lapban és a hetekben talán, amelyek arra utaltak, hogy a kormány tervez valamit az egyetem ellen. A Figyelőben, amelyik akkor már, úgy tudom, Schmidt Máriához tartozott, megjelent az is, hogy decemberben Lázár miniszter úr elmondta egy újságírónak, hogy a következő évben a CEU ellen támadás lesz. Mi akkor ezt nem hittük el, és itt különösen magamat kell szégyelnem, mert mint politológus és mint magyar ember gyakran kaptam kérdést a nem magyar és nem politikával foglalkozó kollégáktól, hogy van-e ebben valami, hogy előfordulhat-e, hogy ez megtörténik, és én azt mondtam, hogy nem. Azt gondoltam, hogy nem racionális, hogy az egyetem megtámadása nem fog kifizetődő lenni a kormány számára, és ezért a soros ellenes kampány ellenére erre nem fog soha kerülni. Aztán márciusban már jöttek a hírek, hogy konkrét törvénymódosítás készül. Azok a kormányzati kollégák, akikkel korábban kommunikáltunk is, akik megerősítették, hogy a kampányból a CEU ki fog maradni, ők hirtelen elérhetetlenek váltak, a egyetem vezetésén tudok velük beszélni. Majd 28-án megjelent az Origóban egy cikk, amelyik Csallónak nevezte az egyetemet és Soros Egyetemnek nevezte. Gyakorlatilag minden panel benne volt, amit később következő hetekben hallottunk, és hivatkozott egy olyan tanulmányra, amelyet az Oktatási Hivatal készített, amely akkoriban még nem volt nyilvános. Tehát egyetlen egy módon kerülhetett hozzá, hogy az kormány által, tehát az a cikk az a kormány által megírt vádirat volt, amely szerintem oly mértékben politizálta akkor már, tehát még a törvény megjelenés, törvénymódosítás publikussá tétele előtt a kérdést, hogy utána az egyetem számára már nem nagyon maradt más út, mint hogy határozottan és élesen reagáljon. Abban professzorunknak igaza van, hogy az éles és határozott reakciók időnként nehezíthetik a kérdés megoldását, de azt gondolom, hogy nem sok választási lehetőségünk volt. A másik kérdés pedig az, hogy van-e privilégiumunk, ezt azért is tartom fontosnak, mert Lázár miniszter úr a mai nap folyamán mondta azt, hogy Mailbox Egyetem vagyunk, és hogy olyan versenyelőnnyel bírunk, amely kárt okozunk a többi magyar egyetemnek, konkrétan arra gondolt, hogy amerikai diplomát adhatunk ki. Na most két része van a dolognak, az egyik az, hogy pontosan milyen alapon mondja ezt a magyar kormány, mármint az, hogy kárt okozunk a magyar egyetemeknek. Nyilván felhatalmazása van a kormánynak arra, hogy törvényeket hozzon, de arra nem igen, hogy az egyetemek nevében beszéljen, és a magyar egyetemek, legalábbis én eddig úgy hallottam, hogy nem így gondolkodnak erről a kérdésről. A másik pedig az, hogy miért privilégium az, hogyha amerikai diplomát adhatunk ki. Ugye a CEU az egy amerikai székhelyű, amerikai alapítású egyetem, amelyik Magyarországon működik, ahogy Kolyák Gábor erre utalt, bárki előtt nyitva áll ez az út, pontosabban eddig nyitva áll. Tehát most az összes más szereplő számára megnehezült ez az út. Tehát nem gyarapodtak az esetleges versenytársak ezáltal, hanem ők is szegényedtek. Végül pedig a konkrét kérdésre való válasz. Négy-öt olyan pontja van a törvénymódosításnak, ami sújtja az egyetemünket. Ezek között van olyan, amely minden külföldi egyetemet súly. Ilyen a nemzetközi megállapodás megkövetelése, amivel szerintem is az a probléma, hogy ezáltal kiszolgáltatottá teszi az egyetemeket a politikusoknak. Itt a tetejében nem egyszerűen arról beszélünk, hogy vannak bizonyos szabályok, amelyeket mindenkinek, aki az adott országba be akar jönni külföldi egyetemként be kell tartania, hanem már meglévő egyetemek túlélése múlik azon, hogy egy konkrét miniszter, vagy egy konkrét, még inkább egy konkrét miniszterelnök aláírja a megállapodást, vagy nem, és neki nem kell megindokolnia. Tehát semmilyen akár szakmai, akár alkotmányos indokot nem kell felhoznia, egyszerűen nem írja alá a szerződést, és akkor megszűnik az egyetem. A másik probléma, ami csak minket sújt, az az anya kampusz hiánya, tehát az anyaországban működő egyetemi hiánya. Itt megint csak fontos aláhúzni, hogy
az a bizonyos modell, amelynek keretében amerikai regisztrációs egyetemek külföldön működnek, úgyhogy Magyarországban nincs kampuszuk, ez egy viszonylag elterjedt modell, valóban nem tipikus, akár atipikusnak is mondhatnám, de semmiképpen nem törvénytelen, semmiképpen nem erkölcstelen. Nagyon sok ilyen egyetem működik. Volt utalás korábbi írásokban arra, hogy ez esetleg Soros György modellje, vagy ő találta volna ki. Nem erről van szó, tehát nemrég néztem meg, hogy a Kairói Amerikai Egyetem 1918-ban, 19-ben jött létre, és számos, nagyon nagy tekintélyű egyetem működik ilyen alapon. Tehát egyelőre nem látom magát annak, hogy ezt a modellt meg kéne szüntetni. Minden ország, ahol ilyen egyetem működik, örül annak, hogy az amerikai módszertant behozva ezek az egyetemek gazdagítják a helyi felsőoktatást, külföldi diákokat hoznak be, illetve a helyi diákoknak lehetőséget adnak arra, hogy amerikai típusú oktatásban részesüljenek és ilyen diplomát kapjanak. Valóban a több egyéb passzusa van a törvénynek, törvénymódosításnak, az egyik például arra vonatkozott, hogy az a licencia szerződés, aminek a keretében a magyar és az amerikai jogi egység eddig együttműködött, az a továbbiakban elérhetetlenné válik a nem Európai Uniós nem Európai Uniós székhelyű egyetemek számára, ez a CEU, más egyetem nincs, amik ezt a szerződést használná. Van egy olyan passzus is, amelyik arra vonatkozik, hogy hasonló nevük nem lehet egyetemeknek. Ugye egyetlen egy egyetem tekintetében merül lesz föl ez a Közép-Európai Egyetem CEU, tehát a magyar és az amerikai jogi egység, és hát arányait tekintve a munkavállalási engedély kérdése is az egyetemünket sújtja inkább. De amire kihegyezném a dolgot, az nem az, hogy a egyik vagy másik konkrét paragrafus problémás, hanem hogy ez testre szabott törvénymódosítás volt. Az volt a célja, hogy az egyetemet azt vagy megcsupusztassa, vagy letérdeklentesse, vagy megcsonkítsa azáltal, hogy az amerikai részt eltávolítja, vagy teljes mértékben kitessége az egyetemet. Most sem tudjuk, hogy valójában melyik volt a cél. Azt sem tudjuk, hogy most melyik a cél, mert talán időközben változott. Az biztos, hogy olyan lehetőséget biztosít a kormány számára, ami alkalmas arra, hogy befolyással legyen arra, hogy hogyan működik az egyetem a jövőben. És így térnék vissza az akadémiai szabadságra. Tehát az igaz, hogy a klasszikus útja az akadémiai szabadság megsértésének az az, hogyha megmondom neked, hogy mit mondhatsz a katedráról. De a másik útja az, hogy elveszem tőled a katedrát. És az eredmény mind a két esetben ugyanaz. Elnézést, eszembe jutott, hogy mit akartam kérdezni. Köszönöm szépen. Én nagyon-nagyon értékelem, hogy professzor úr jó indulatúan és jó hiszemben áll hozzá a törvényhez, és nem szándékoz, nem feltétel az mögötte rossz indulatot. De akkor szeretném megkérdezni, hogy akkor mi oka volt annak, hogy a törvény eredetileg biztosított legalább egy év általási időt, tehát lehetőséget nyújtott volna a törvény első változata arra, hogy a 18-19-es tanévben még felvételek történjenek, és ezt utólag úgy módosították, hogy erre is megtagadta a lehetőséget. Tehát a további szigor, tehát az átmeneti idő megadását is visszavonta. Ennek mi oka lehetett, hogyha másmit, mint kimondott? Hát hogy mondjam, ennek nehéz jó indulatot feltételezni ilyen szigorítás esetén, egy utólagos további szigorítás esetén. Még két dolgot tennék hozzá, és akkor még maga egyedül maradok, hogy politikai szándékokat feltételezek, vagy a mögöttes politikai szándékokra teszem a hangsúlyt. Én feltételezek két dolgot, hogy ami meglepte a miniszterelnök urat. Két dolgot valószínűleg váratlanul érte. Feltételezem azért, mert nem ismer másfajta gondolkodásmódot, mint a sajátja. Az egyik azt feltételezte, hogy a többi egyetem, amely bizonyos értelemben és nagyon helyesen versenyben van a CEU-val, a többi egyetem örülni fog, hogy egy versenytársára kedvezőtlen törvényt hoznak, és ez a versenyhelyzetüket javítja. Nem feltételezte azt, hogy esetleg van olyan, aki nem csak a saját helyzetére gondol, hanem Magyarország egészének helyzetére gondol. És esetleg a többi egyetem is félre tudja, a többi egyetem között is sok van, aki félre tudja tenni az önző érdekét, az adott esetre vonatkozó versenyhelyzet, hogy mondjam, javulását, hanem azt nézi,
hogy az egész magyar felsőoktatás számára ez mit jelent. El szeretnék gratulálni azoknak az egyetemeknek, akik szélesebb körben tudták nézni az ország érdekeit, mint a saját partikuláris érdeke. Lenne mit tanulni a miniszterelnökünknek tőlük. És azt is megszólítom. És még valakitől lenne mit tanulnia, ami talán most meglepő lesz főleg az én számból. Trump elnök úrtól is lenne mit tanulnia, egy kis hazafiságot. Mert Trump elnök úrtól azt várta, hogy mivel Trump elnök úrnak belül nagyon komoly ellenfele volt Soros György nagyon aktívan támogatta azokat a demokratákat, akikkel Trump elnök versenyben áll. Ő jobban számított erre, és erre már idézetet is tettem föl, hogy idézetet is mondtam, hogy ő szövetségesre nyert Trump elnök úrban és Sorossal szembeni akcióban. Meglepetésként érte, hogy Trump elnök úr úgy is tud gondolkozni, hogy lehet, hogy van egy komoly ellenfele, de Amerika mindenek előtt. Valahogy így kell tudnia gondolkozni. Köszönöm szépen. Igen, az Amerika mindenek előtt, ez nem az Amerikának szól. Tudom. Közel. Igen. Tehát Amerika mindenek felőtt. Nem, én azt mondom, hogy tanulni lehetett. Így van, ezzel teljesen egyetértek. Itt csak egy apróságokat, tehát az, hogy munkavállalási engedély kell, ettől nem függ az egyetemi szabadság, Amerikában is kell. Ez az egyen, amit tényleg vetődött. A másik, hogy két egyetem, meg negyedem ugyanaz a neve, hát a magániparagyon se lehet két cégnek. Szóval ez se befolyásolja az én nagyon nagyon az életképesség. Most én a... Hogy ne lehetne? Elnézést, én a magániparból jövök, hogyha két cég együttműködik és egymásnak megengedik, hogy ugyanazt a nevet használják, akkor igenis lehet. Akkor igazából... Így van, de akkor igazából azok, mint versenytársak... De ez nem lehet, a CEU és a... Értem, nem versenytársak. Jó, azért... Na, most a másik, amit még szeretnék csak nagyon röviden mondani, hogy én azt szeretném látni, mint kimenet ebből a dologból, hogy több egyetem ne adjon ki Magyarországon a következő időben amerikai diplomát. És ezt nehezítették most már. A másik az, hogy a CEU tudja folytatni az eddigi tevékenységét. És egy aggodalmas kérésem van, Zsolt már ismer, hogy azok, akik azt mondják, hogy ember törvény mellett ez lehetetlen, ne ragaszkodjanak ehhez a véleményükhoz, hogy ebben igazak legyen jobban, mint hogy a CEU támogassák. Tehát, ha a CEU, a dolog még az, hogy a CEU a törvény lényeges megváltoztatása nélkül folytathatja úgy, ahogy van, akkor ezt ne érezzék vereségnek. Hát nem hiszem, hogy vereségnek. Igazából csak annyit, hogy ugye jogászokkal mi folyamatosan konzultálunk, és hallottuk olyan gondolatokat, ötleteket, amelyek lehetővé tennék a jelenlegi törvényszöveg megmaradását és egyben a CEU fönnmaradását is, akkor például, hogyha törvényerejű nemzetközi egyezmény lenne kihirdetve, amely megoldásokat mutatna föl. Sok más megoldás lehetséges. A vicces az, hogy minél inkább ebbe az irányba megyünk, és minél inkább segítjük a kormányt abban, hogy arcvesztés nélkül kikerüljön ebből a helyzetből, annál inkább olyan megoldás körvonalazódik, ami ilyen vagy olyan, de kivételes elvárás fogadni a CEU-nak. Tehát nagyon furcsa helyzetben leszünk, hogyha ide kerülünk, mert nyilván, mint intézmény, örülni fogunk annak, hogy maradunk, másrészt viszont egyetértünk azokkal a kormány képviselőkkel, akik mindig azt mondják, azt hangoztatják, hogy egyenlőségnek kell lennie. Szerintünk is annak kell lennie, úgyhogy furcsa érzés lesz, hogyha ilyenfajta megoldást fognak javasolni.
Igen, azt gondolom, hogy egy elég furcsa csapda helyzetbe kerül, bele a kormány is, meg a felsőoktatási szféra, és az a kérdés, itt még nem ismerünk fel, hogy miért kellett mindezt ilyen gyorsan csinálni. De hát azt hiszem, hogy erre nem nagyon van válaszunk, viszont megnyitnám a közönség számára a kérdéseket ebben az első panelben. Nem tudom, milyen sorrendben, és hogy oda tudunk érni. Nem, azt gondolom, hogy jobb lenne, ha ide jönne az, aki kérdést akar föltenni, mert nem fogunk tudni oda menni. Elsőnek, utána itt volt egy jelentkező, és Én csak a fényveli kérdést szeretnék tisztelni, mert én csak az, hogy nem arra tudom, hogy ha jól tudom, Amerikában, nem kovállalás engedik, vízunk kell. A vízunk az egy dolog, egy folyamat, aminek a végén, akkor az ember megkapja a kovállalási vízumot, az egy dolog. Magyarországon két dolog kell. Letelepedés engedik, és munkavállalás engedik. Senki nem mutatja azt, hogy letelepedés engedik, ez szükségben nem. A kérdés az, hogy a munkavállalás engedélyre mi van külön szükség. Ez tény volt, ha jól tudom, lehet, hogy ebben is érnek, ebben a célnak kivételes pozíciója van. A Zsolti, amitől nem, de egyébként, hogyha van, a szerintem sem kell szüntetni, minden egyetemben van, ami kell, hogy szabadon adhasson munkát olyanoknak, akiknek egyébként természetesen a letelepedési papírjai rendben vannak. Tehát nem terroristák, nem terjesztenek, nem olyan gyanús vírusokat, és nem tudom, mi is le. Szerintem itt megint egyrészt nem meglepő módon a magyar állam kafkai módon túl bürokratizált, amiben két külön engedélyezési folyamat van, másrészt megint arra van szó, hogy egy olyan lépést látszik igyekezni beépíteni a kormány, ami megint nem világos feltételek alapján előre látható módon, transzparensen kiszámíthatóvá teszi azt, hogy kinek mi jár, hanem egyedi döntéseként teszi ezeket ki. Csak a válasz az, hogy Amerikában sok rengetegféle vízünk van, és van olyan vízünk, ami megengedi, hogy letelepedjen, hogy nem engedi meg, hogy dolgozzon. Tehát a helyzet ugyanaz, hogy Amerikában az ember dolgozni akar, akkor kell egy, ami megfelel a munkavállalat. Most így vízom van, most gin, meg ilyesmi, szóval ott a vízok a benne. Tehát ott ugyanez. Tehát a munkavállalás engedély külön van a tartózkodást. Én még egy dolgot szólnék hozzá, ez a habveréshez, a külföldi habverésnek, hogy ez tulajdonképpen kinek is érdeke. Hát én úgy látom, hogy nem a CEU-nak. Már látszólag a habverés a CEU mellett történik. De én ezt a saját vállalkozásom példáján tudnám igazolni. Maga az a tény, bár ránkötővé semmi értelemben nem vonatkozik, de maga az a tény, hogy ezzel kapcsolatban, hogy a magyar felsőoktatás törvényi szabályzásával kapcsolatban valami zűr van Magyarországon, azt eredményezte, hogy a mi iskolánkban, ahova tavaly kétszeres túljelentkezés volt, idén egyharmad annyi jelentkezés van, mint tavaly ilyenkor volt, pedig eddig minden évben növekedett a jelentkezők száma. És ahány amerikai egyetemen jártam, mindenki azt kérdezte, hogy ez vonatkozik-e rátok, és szabad-e akkor nekünk hozzá a diákot küldeni. Tehát akinek ez árt, az a magyar felsőoktatás, akinek ez a verés, akinek viszont használ, az úgy gondolom, hogy a magyar kormány. Mert a magyar kormány a választói felé azt tudja mutatni, hogy lévén majd a saját törzs közössége felé, hogy kőkeményen védem az országot, kőkeményen védem Magyarországot, és nézzétek meg, hogy csoda támadásnak vagyunk kitéve. Köszönöm. Lakman Tamás, két szót. Nagyon szépen köszönöm. Egy-két pontosítást az ő gondolatban láttam ebben a különösen jogi részét tekintve. Én megértem professzor úr Bélyeti Zsabos jó indulatát és különösen vonzalmát a 60-as évekhez. Egy olyan azért tisztázom már gyorsan. Tehát egyetem és az állam az nem egymást elválaszolatlan dolog. Tehát az életvilágon semmi nem indokolja, hogy az egyik állam másik állammal kötött nemzetközi szerződést várjon nem ahhoz, hogy egyetem működjön. Magyarországon milyen egyetem működhet? És akkor így maradjunk a saját ügyeinkén, csak és kizárólag a magyar jogszabályok határozzák. Ehhez nem kell más állammal nemzetközi szerződés. És arra utalnék, amit kollégám tett az előbb, jogállamiság hiánya. Hát itt nem csak, hogy
nem csak egy politikának van kitéve az egyetem működése ezzel a nemzetközi szerződéssel, hanem úgy küldünk Rigbe egy boxolót, hogy előtte vasárcsal körbezárjuk a ringet, majd utána a boxolót elkezdjük piszkálni, hogy miért nem mész már be. Az Egyesült Államok nem köthet ilyen tárgyú nemzetközi szerződést, pont! Az amerikai alkotmányos rendszer miatt. Ezek után ezt elvárni, majd, amikor ez nem kerül bele az indokolásba, a jogszabályozás az indokolásába, de miután mondjuk én elmondom egy nyilvános interjúban, hogy ez így jogilag igen aggályos, és akkor hétfő este Gulyás Gergely még külön módosítóba, külön belégedje, külön magyarázatként, hogy ja, bocsánat, elfelejtettük, szövetségi állam esetén kifejezetten a szövetségi kormány kell, most itt pár szavas rövid szavakkal tudnám rövidre zárni ennek a témának, mind a szakmai, mind a politikai színvonalát. Viszont tegnapi Viruszos hír, és csak érdekességképpen, hogy nagy örömmel számol be róla talán a napi.hu, hogy előre haladottak a tárgyalások, több más amerikai egyetem ügyében a kormány, és például azt mondom, védelmi kormányzó között, örömmel hallom, a magyar kormánynak miért jó a védelmi kormányzó a fene tudja milyen harmadosztályú egyetem tekintetében, amiről még én sem hallottam soha, ellenben a CEU esetében miért nem jó a New York-i kormányzó? A CEU esetében miért kell ragaszkodni a szövetségi kormányhoz, ami tökéletesen alkotmányellenes, tökéletesen értelmetlen. Tehát én megértem a vélt vagy valós jó indulatot, de nyilvánvaló egy rögzkodat elő. Akadémiai szabadság tekintetében. Az, hogy a kormány ilyen értékben is ugyanúgy akar beavatkozni az akadémiai szabadságba, azt hagyjuk. Ennek a technikai ismeretek megvannak. Annyira azért mindenképpen mondanám, hogy igazából az akadémiai szabadságban nem csak jogszabályi eszközökkel lehet beavatkozni, hanem például a kommunikációval. Amikor a kormány démonizál bizonyos képzéseket, ami neki éppen nem tetszik, mert az aktuális politikai agendájában nem illik bele. És elkezd genderezni például, ami ráadásul nem is a cég volt. Bocsánatot kérek, tehát értem én, hogy az egységsugarú jobbikos, meg fideszes kormányszavazó számára a gender az ilyen liberális cucc és akkor CEU, de igazából még csak ez sem stimmel. A démonizálás ilyen módokon is működik, és mondok rosszabbat. A démonizálás olyan módon is működik, amikor mondjuk jogszabályokkal és egyebekkel a Magyar Akkreditációs Bizottság működését hiteltelenítjük el, aminek eredményeképpen az egész magyar felsőoktatás hírneve megy a levesbe, és azt kockáztatja a kormány, hogy a Magyarországon kiállított diplomákat egyáltalán el fogják fogadni diplomaként, csak azért, mert a kormány éppen kézirányításos módon szeretne bizonyos szakokat elindítani, vagy betiltani adott esetben, és azért beavatkozik nyomást gyakorol a MAB működésére. Itt most az OHA rendezvényen vagyunk, lehet szívni a MAB-ot, nem kell szeretni a MAB-ot, de attól még az, ami. Tehát egy elvileg független szabályozó testület. És az, hogy lehet, valóban lehet, és a szabadságod ott, és én, mint ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóit, nem vagyok feljogosítva arra, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nevével beszéljek, különösen nem belső ügyekről, de azért arra mindenkinek fölhívnám a figyelmét, hogy én az ELTE-n is oktatom, az ELTE-nek is van közös programja a brit egyetemekkel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is dolgozunk, már ebben a munkában most már egy ideje valamiért nem vagyok benne, de dolgoztunk azon, hogy legyenek közös joint degree programok itt egyetemekkel. Senki soha meg nem kérdezte tőlünk, hogy egyébként nemzetközi szerződés kell-e vagy nem kell. Egy dolog számít, az oktatói kvalitások, a kidolgozott programok játsznak-e vagy nem. Az, hogy a CEU-nak egyfajta történelmi helyzet okán egy szerencsés sajátos helyzete volt a rendszerváltás időszakában. És ezt föl lehet róni, és lehet azt mondani a CEU-s kollégának, hogy kollégáknak, hogy mázisták vagytok. De abban nem az a megfelelő megoldás, utána fogjuk magunkat, és akinek mondjuk három tehene van, miközben nekünk csak kettő, elveszi tőle mind a hármat, és aztán örülünk neki. Közben mi elveszítjük mind a kettőt, de annyira örülünk, hogy a másik is elveszti a hármat. Hát ez nem egy normális dolog, és úgy gondolom, hogy pláne nem felsőoktatáshoz és oktatási kollégákhoz méltó. Köszönöm szépen. Én kérdezni szerettem volna tulajdonképpen a Zsoltól, hogy nem mintha a józanész itt túl nagy szerepet játszana ebben az egész ügyben, de van-e valamilyen érvrendszer, ami hozzárendelhető ahhoz, hogy nemzetközi egyezmény kell, ahhoz, hogy egy országban működjön egy egyetem, illetve józanészen az ember azt gondolná, hogy
elsősorban az Egyesült Államoknak lehet kifogása az ellen, hogy amerikai diplomát adnak ki Budapesten. Tehát hozzárendelhető bármilyen érvrendszer ezekhez a törvény részleteket. Amikor ezt próbálták megindokolni, akkor utalások történtek nagyon gyanús afrikai, dél-kelet-ázsiai vállalkozásokra, amelyek megjelentek itt Magyarországon egyetemként. Majd kiderült, hogy anyaországban még csak főiskolaként sem tartják őket számon. És hogy ennek elejét vegyék, ezért bevezetik a nemzetközi szerződés rendszerét, és akkor ilyennel fog előtt fordulni. Ez hangzott el. Azonban azt gondolom, hogy a mélyebb filozófiai logika, amennyiben egyáltalán van ilyesmi mögött, azon túl, hogy a CEU-nak legyen rossz, az az, hogy az egyetemek ebben a gondolkodásmódban az állam tulajdonai. És akkor az államok egymás között cserebelélnek egyetemeket. És hogy ez a világrend. Köszönöm. András két szó. Azt hiszem, hogy ki kell jönnöd, mert belegabolodunk a zsinorokba. Igen, jó, köszönöm. Nagyon jó, hogy Mezei tanár úr említette Franciaországot és a francia kormányt. Van egy olyan intézmény, hogy American University in Paris, ami nem 100 éves, mint a kairói, azt hiszem csak körülbelül 80. Nincs Amerikában képzése, és nem áll mögötte államközi szerződés. Ez a legyen az anyaországban képzése, ez nem egy létező minőségi kritérium. Soha ilyen még nem volt. Persze az, hogy valaki amerikai diplomát ad ki, az egy márkajelzés, egy nagyon jó márkajelzés, amiért sokan hajtanak. Most ezek a különböző szövegek, amik nem a kormány, hanem a kormány közeli médiában jelentek meg, hogy Kamu Egyetem, hogy de hát az ugye megjelent még magasabb szinten is, a Csalás meg Egyetem, azok arra céloztak, azt írták körül folyton, azt próbálták beégetni az emberek agyába, hogy a CEU amerikai márkajelzése mögött nincs csak az amerikai tartalma. Az amerikai tartalmat az amerikai akkreditációs rendszer biztosítja, és nem az ott lévő képzés. Egyszerűen erről van szó, és az amerikai akkreditációs rendszer az egy meglehetősen kemény dolog, nem olyan, mint a magyar, aminek egyszerűen egy államtitkár, hogyha az ők is elég üzemágára kellemetlen döntést hoz az akkreditációs bizottság, akkor beszól neki nyilvánosan. Ez nem így van, független és meglehetősen kemény, és ez az, amit a CEU teljesít, és bármelyik magyar egyetemnek is jogában áll teljesíteni, hogy módjában nem, az persze más kérdés. Igen, köszönöm szépen! Arra sem, hogy itt hallottam. A példa a franciákkal az nem erre vonatkozik, hanem ha például egy Magyarországon egy egyetem, amelynek nincs kampusza franciákkal, francia diplomát akarnak kiadni. Nem hiszem, hogy az diplomáció... De azon már egy... Hát miért nem? Az amerikának lehet akkor... Ő amerikai diplomát kiadni Franciaországba, az a francia kormány szempontjából teljesen független attól, hogy valaki, aki nincs Franciaországba, francia diplomát adjon. Na de a CEU itt van Magyarországon. Tessék? Egyszerűen a párhuzam rossz. Hát a CEU itt van Magyarországon. A törvény az arra vonatkozik, hogy idegen diplomát kiadni csak Magyarországon végzett tanulmány. Ez az idegen diploma lehet francia diploma is. Hogy ehhez a francia kormány egy szót se szólna... Nem az amerikaiaknak van kifogása. Az amerikaiak nincs, de a törvény nem csak az amerikaiakra vonatkozik. Tehát pontosan az a gondolat, hogyha mi kiadunk egy... Arról van szó, hogy gondolj meg, hogy mi itt egy egyetem Magyarországon francia diplomákat akar kiadni. Bocsánat, hogyha Magyarországon egy francia egyetem, egy Franciaországban akreditált egyetemi képzés Magyarországon folytat és kiad francia diplomát, azzal semmi probléma nem szabadna, hogy legyen. És itt is ugyanúgy van a CEU-ban is. És ugyanúgy, hogy az amerikai, a párizsi amerikai egyetem Franciaországban amerikai diplomát
diplomátát ki. Pontosan ugyanilyen a CEU is Magyarországon amerikai diplomátát ki. Úgyhogy nem ilyen, azt meg senki nem akarja, hogy egy Magyarországon még működő amerikai egyetem francia diplomátát ki. Valóban, ezt nem lehet, de ezt nem is akarja. Nem. A logikai hiba az egészben, amit mondsz, az, hogy feltételezett, hogy a francia kormány egyáltalán nem törődne azzal, hogy őt megkérdezik-e, hogy egy magyar egyetem, francia diplomát, Magyarországon, kizárólag Magyarországon működő egyetem, francia diplomát ad-e ki. Hát, de ezt garantálom neked, hogy érdekelni az egyetem. Garantálom neked, hogy nem érdekelni, hogy ez Franciaországon akkreditáltatta előtte, akkor nem érdekelni. Ezt honnan tudod? Hát úgy, hát előtt az amerikai példa. Hát nem hiszem, hogy a franciákat, amennyire én a franciákat ismerem, nem hiszem, hogy az amerikaiakat jobban szeretik, mint a magyarokat. Azt gondolom, hogy ezt a teoretikus vitát, hogy mit szólna a francia állam, azt majd kipróbáljuk, amikor egy ilyen képzést itt telepítünk. És azt szeretném javasolni, hogy most ezt az első panelt fejezzük be, mert az időnk nagyon megy. Vissza fogunk még térni természetesen ugyanezekre a kérdésekre, és a mostani panelisták akkor a közönségből ugyanúgy szót kaphatnak, mint ahogy a leendő panelisták közül is már volt, aki most szót kér. Úgyhogy akkor azt javasolom, hogy cseréljenek helyet a zongoristával. Köszönöm szépen a részéket ebben a heves vitában, és akkor megkérném a négy fiatal vendégünket, hogy ők foglalják el a helyüket itt az asztalnál.